Köszöntöm a kedves televíziónézőket! Önök a Négy szem közt a Kanizsa képújságon című riportműsorunkat látják. Ez a műsor naponta látható a televízióban 17 óra 10 perckor és 21 órakor. És kedves nézőink, engedjék meg, hogy már is köszöntsem mai vendégemet, dr. Dobó László tanár urat. Kedves tanár úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a stúdióban, és azért is kértem, hogy találkozzunk, hiszen szeretnénk megismerni dr. Dobó Lászlót. Menjünk vissza egy picit a kezdetekre. Kezdte az általános iskolai tanulmányait Budapesten, majd Nagykanizsára került. Úgy indult az életút, hogy édesapám szülővárosa Nagykanizsa, és amikor befejeződött a háború, már a következő napon lejött Kanizsára, hogy a fészket megtalálnak. Úgyhogy tulajdonképpen 45-tel kezdődött a iskola évek. Ha jól értem, akkor a háború miatt jöttek le Nagykanizsára? Hát tulajdonképpen igen. A háború szörnyű volt. 4 találatot kapott az épület, az egy épület annak idején. Úgyhogy szerencsében osztottam meg az égiek segítségével a család, és akkor apukám azt mondta, hogy kezdjünk új életet. Nagykanizsára kerültek, a piarista iskolában kezdte a tanulmányait, igen. Majd átment a közgazdasági szakközépiskolába. Érdekes volt, mert tulajdonképpen fociztam én elég viszonylag jól, csak lassú voltam, az volt a Varga Imre bácsinak, nagyon lassú vagyok, kifogás ellenem, és eljött a Molnár tanárról volt, a tornatanárom, Molnár Sándornak hívták. Eljött a piaristákhoz, az igazgatóhoz, és elkért engem, hogy én kerista diás legyek. Én nem is tudtam, hátam mögött zajlottak az események. És akkor egyik órán búcsúzott tőlem ő, aki az órát vezette, meg a diáktársak. És akkor átjöttem a keribe. És ott érettségizett, majd Pécsre került. Na, egy mondatot azért a tantestületről, csodálatos tantestülete volt akkoriban a Kerinek, a kereskedelmi iskolában. Pillér tanár volt az osztályfőnököm, Iváncsis tanár úr, Bársony Robert tanár úr, egyik nagyobb tudása volt, mint a másik. Úgyhogy volt olyan tanítványa a Bársony tanárunknak, hogy a közgazdasági egyetemen megállt a helyét, nem is kellett tanulni a Keri anyagából, úgyhogy csodálatos iskola volt. Pécsre a pedagógiai főiskolára került, és ha jól tudom, magyar szakon kezdte a tanulmányt. Igen, igen. A kanizsai évek után, kanizsa után én elkerültem, illetve levelező tagozaton végeztem a 5. Román Tudomány Egyetemen, és a romantika velem haladt tovább. Elhatároztam, hogy Kanizsa környéki faluba, pedig város is választottam volna bárhol. Komlón is vártak, más helyen is, de valahogy az volt a Gárdonyi Géza szavaival élve, vagy gondolataival élve, tulajdonképpen lámpás szerepét akartam játszani, gondoltam játszani, hogy egy kis zalai faluba majd vezetem az ifjúságot, hát sikerült is. Pécsi főiskolán magyar szakos tanári diplomát szerzett, és hazajött valóban tanítani. Hahótra? Hahótra, igen. Nagyon megszerettem a hahótiakat. Sok értékes ember, parasztember is vett körül, akik a kulturális életben sokat segítettek nekem. Éppen a Sabján nevet említettük az előbb. A Sabján Józsi bácsi volt a mindenes ott, minden faluban volt egy ilyen valaki, aki után ment a tömeg. Hát ő ilyen típus volt, vezető típus, és hát nagyon érdekes, szép előadásokat tartottunk, játszottuk a falurosszát, a cigányt, tehát ilyen népszínműveket hoztunk elő a régi korból, és tetszett a közönségnek, szóval elismerték.
míg a tanulmányainál maradva elvégezte a történelem szakot is, majd következett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, ahol folytatta tanulmányait. Igen, magyar szakon. Én úgy van. És úgy indult az egész doktorátus, én nem akartam, nem is tudtam, hogy mit kell csinálni előzőleg, mit kell teljesíteni. Egy Mészáros Anna nevezetű tanárnő, mikor a dolgozatomat, szakdolgozatomat olvasta, Karmizsáról nem írtam, hanem azt hiszem a Pesti Magyar Színházat céloztam meg. Azt mondta, hogy Karizsán nem volt színházi élet, írjon egy könyvet Karizsa színházi múltjáról. És ez a könyv aztán a doktorátusi rendette. Ez mikor volt? 80-as évek végén. 80-as évek végén doktorált, és akkor a tanítást már Nagy Karizsán folytatta tovább? Igen, tehát úgy alakult tovább a helyzet, hogy én Pestre kerültem, 2 évig Pesten tanítottam, és utána Szebetnekre kerültem. Tehát a hahóti évek után volt egy kis állomás Pesten, és úgy kerültem Szebetnekre. És akkor Szebetnekről hova tovább? Szebetnekről a Péterfi iskolába. A Péterfi iskolába? És a Keribe. És később a kereskedelmi iskolába. Igen. Igen. És a nyugdíjba vonulásáig a kereskedelmi iskolában tanított? A nyugdíj a Péterfi iskolába kaptam. Akkor a kereskedelmiből utána visszament a Péterfibe? Nem, mind a két helyen tanítottam bárhuzamosan. Mert kollégiumi nevelőtanár is voltam 6 évig, és a nevelőtanárnak az volt a feladata, hogy nevelje ott a gyereket, és az iskolába is tanítson. Tehát ott kezdtem el, tulajdonképpen a kollégiumba kezdtem el a Keribe való tanítást. És akkor most jöhet egy másik terület, a színjátszás. Igen. Beszéljünk erről. Hát 8 éves lehettem, amikor a Béke utcai angyalföldi iskolában jártam iskolába, és ott verseket mondtam ünnepélyeken, és az egyik tanítónéni, Mária tanítónéni mondta, hogy belőle lesz valami fiam, hogy ez így folytatott. Hát sikeres évek voltak. Többek között 2 éven keresztül egy olyan gimnáziumba jártam ott, miután elvégeztem az elemi iskolát, ahol a Mezőferi bácsi tanított matematikára, és hogy visszaemlékszem az öregre, mikor emlegetik a nevét, nagyon kedves, de kemény ember volt. Értem. Színjátszásnál mikor jött az első színjátszó csoportnak az alakítása? Tulajdonképpen Hahóton kezdődött. Mint ifjú pedagógus? Ifjú, ilyen falut átalakítani vágyó pedagógus, és hát sokszor érdekes dolgok történtek, ahogy szokott a hétköznapok során. Egyszer be kellett ugranom például a falu rosszába főszereplőnek, mert megbetegedett az illető, és nem tudta vállalni. Ilyen is volt. Nek sok vidéki vendégszereplésére mentünk a hahótiakkal, úgyhogy ez nagyon jó élet volt. És Hahót után mi következett? Ahot után tulajdonképpen Pest következett, amiről már beszélgettünk. Igen. Ott is a színjátszás is foglalkoztatta? Továbbra is? Továbbra is, de nem volt ilyen közvetlen kapcsolat az emberekkel, mint inkább olvasmányaimat egészítettem ki. Értem. És Nagy Karizsán mikor alakult az első színjátszó kör? A miénk? Igen. Akkor a helye itt volt a Honvéd Kaszinóban már? A helye már itt volt a Honvéd Kaszinóban is. 10 előadást tartottunk itt, és 24-et vidéken, úgyhogy megcéloztuk a környezetet, a környéket, mentünk vendégszerepelni. Úgy hittem, és úgy gondolom, hogy jól cselekedtem, hogy amikor már nyűl valami, amikor már nehéz fölkészülni rá, nehezen mozog az agy, akkor ne elöködjön az ember a kagyját valaki másnak, aki folytatja.
Beszéljünk az írásairól. Hány könyve jelent meg, Laci bácsinak? 8 könyvem jelent meg. Egressi Gáborról írtam, Péterfi Sándorról írtam, aztán a mi színjátszó napjainkról, éveinkről is írtam, tehát az itteni életről. Úgyhogy... Akkor ez a 8 könyv az megtellett szépen. Meg. Uh-huh. Melyikre emlékszik a legjobban? Melyik volt a legnehezebb, vagy a legemlékezetesebb? Hát nagyon szépen sikerült, és tulajdonképpen a doktorásosnak köszönhetem, Nagykar és a Színházi múltja, egy ilyen összefoglaló jellegű. Nem tudom, látta a képét. Igen. Egy ilyen balett mozdulatos hölgy van. Szóval nagyon úgy érzem, hogy nagyon jó sikerült, persze sok segítséggel. Mellém álltak sokan, amikor ezt írtam. Mondta az elején Laci bácsi, hogy a sport mindig közel állt az életéhez, hiszen mint futballista került át annak idején a kereskedelmünkbe is. Igen. Ez a sport folytatódott később is? Igen, a Vasúthoz kerültem először, mint ifjú játékos, aztán utána áttértem a pingpongra. Egy meccsen, futballmeccsen fejbe rúgtam saját magam labdával, majdnem elájultam, és akkor a fölém hajolt egy kopaszodó úr, héten várlak pingpongra, ez neked nem való. Ez volt az ő szava. És a baranyra volt az illető, a Lajos bácsi, és hát négy bajnoki évet a Vasútnál játszottam, aztán utána a kórház csapatába, majd utána, hát igen, tulajdonképpen a Vasúthoz visszakerülve, akkor fejeztem be a pályafutásom, sörgyár következett. És a sörgyárnak annak idején MB-s csapata volt. Igen. Jártuk az országot, még Moson-Magyaróvárra is utaztunk, és általában jól szerepelt a csapat, csak MB2 az nekünk nagyon erős volt. És ez... Igen. Laci bácsi, beszéljen a családjáról is. Mikor házasodott meg? Igen. 58-ban. Már bőven túl vagyunk a 50 éves évfordulón, és együtt maradtunk. Hány éves tetszik most lenni? 83. 83 éves, és akkor már megvolt a jubileumi házasság évfordulója. Igen, még egyszer lesz, remélem. Bízom benne, hogy még valamit egyszer majd még összejövünk. Gyerekek? Nagy lányom, óvónő, de nem óvónői munkát végez, hanem a kórházban ilyen szabadidő program felelős. Nagyon jó érzi magát, jó megvannak, jó kollektíva, és két nagyon oka, 26, meg 30, 24, meg 36 éve. Ők is már családosak? Egyik se. Egyik sem? Számítógép szerelmesei mind a kettő. Akkor még a déd nagypapaságra várni kell? Hát igen, még van, biztosan őket. Mondom, hogy segítek, ha kell, de hát nem. Szóval... Nehéz őket rászedni. Ugye másképp fogják fel az életet, mint mi annak idején. Laci bácsi mondta, hogy a Péterfi iskolából ment nyugdíjba. Igen. Mikor volt az? 92-ben. 92-ben. Azóta hogy telnek az évek? Megvan a napi rendem, délelőtti bevásárlása, vásárcsarnokba, egy deci vörösbor utána megjutalmazom magam, és hát pingpongra hetente egyszer, nem tudom abba hagyni. Hol? Hol tetszik játszani? Van egy kis amatőr csapatunk a Péterfi iskolában. 3 odavaló tanár és a többi a kiegészítő játékosok. És akkor játszunk. Utána meg megiszunk egy decibort. Ezzel a 8 könyvvel lezárult az írói munkája, vagy azért még időnként tetszik foglalkozni írással is? De most az a helyzet, hogy
Egy nagy betegségen estem át 5 évvel ezelőtt körülbelül, és ahhoz lendület, ikret kell, hogy írjon az ember, és ha úgy néz ki, hogy valami készül, de lassan megy. És mi az, ami foglalkoztatja most? Most szeretném leírni azt a kort, amelyben én elkezdtem a pingpong versenyekre járni és játszani is, és annak a kornak a légkörét, hangulatát, játékosait szeretném megismertetni az olvasókkal, de hát ez ugye idő kell hozzá. Igen. Laci bácsi, a színjátszókör azért tovább éli a maga életét, hiszen jelenleg is a Honvéd kaszinó épületében van színjátszókör. Van velük kapcsolat, Laci bácsi? Mindig meghívnak, hogyha... Hiszen ön volt az, aki ezt az egészet létrehozta, ugye? Igen, igen. Mármint a kört. Igen. Meghívnak az előadásaikra, néha el is tudok jönni. Úgyhogy jó a kapcsolatunk, rendes, helyes emberek. Véleményem megvan bizonyos dolgokról, de ez lehet, hogy egy eltúlzott magánvélemény. Úgyhogy nagyon jó, ügyes kis társaság. Elismerésekkel hogy áll, Laci bácsi? Nem igénylem. Nem tetszik igényelni? Különösebben nem. Uh-huh. Hogyha volt ilyen, hogy város kulturális életének, mit tudom, irányítója 93-ban, illetve 2003-ban, meg volt egy-két ilyen kiemelkedő, de én legjobban örülök a Szepetneki falu, hogy mondják ezt, hogy kiemelnek a faluból, városban is van. Díszpolgár. Igen, tehát ennek a díszpolgár az igen, igen. Ennek jobban örülök, mint 35 aranyéremnek. Értem. Akkor a Szepetnek ez való kötődése, az fontos volt? Nagyon fontos volt, nagyon. Szép évek voltak, nagyon jó volt. Feleségem bölcsőrevezető volt. Hány évig éltek Szepeteken? 10 évig. Feleségem járt ki 14 évig egyfolytában. Én 10 évig tanítottam Szepetnek. Akkor a tanításai, akkor azok úgy alakultak, ugye, hogy kezdte Hagóton, aztán jött Budapest, és úgy Szepetnek. Budapest után Szepetnek, utána Nagykanizsa. Utána a kollégium. Ja, a kollégium. Kollégium után jött a Péterfi iskola, közben a kereskedelmi iskolában, és akkor a Péterfi iskolába fejezte be. Igen. Akkor egy jó 10 év volt az. Sőt, még folytatom is, egy 3 év még eltelt. Az ipariskolában is meghívtak tanítani. 3 évig ott tanítottam. Magyar vagy történelmet? Magyar. Magyar. De elég volt aztán. Úgyhogy... Elfáradt. Tanítás. Mi az, ami szívesen foglalkoztatja még a napi programok mellett? Tehát a piaci bevásárlás? Színház. A színház foglalkoztatja? Igen. Aztán a sportélet. Van is lehetősége erre a színvácsának, hogy esetleg egy-egy színházi előadásra elutazik valahol, vagy inkább csak a televízióval? Inkább a televízióval most már, igen. 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 És amikor a színházókört vezette, voltak kapcsolatai esetleg színházi emberekkel? Hogyne. A Pesten a színházi intézet igazgatójával jó kapcsolatom volt. Aztán a utódja is megismert és segített a könyv megírásával, úgyhogy meg sok értékes emberrel találkoztam, hogy kutatás közben az szokott lenni. Mi az, amit még szeretne elérni? Nyugalmat is. És békét. Laci bácsi, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött hozzánk. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, önök a Négy szem közt a Kalizsaképújságban című riportműsorunkat látták. Vendégem volt dr. Dobó László tanár úr, és tanár úr, jó egészséget, békét, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat is. Köszönöm a figyelmet!